A Tamási Állatvédő Egyesület több mint egy éve kapta készhez azt a határozatot, amelyben a hatóság megfelelőnek nyilvánította a telepet, amin sokat munkálkodtak azért, hogy az utcára került kutyusokat befogadhassák, míg szerető gazdira nem találnak számukra. Elmúlt egy év az nagyon-nagyon kemény volt, ugye 2021. november 20-a után költöztünk be, de akkor igazából az ingatlannak még csak a negyede volt kész, úgyhogy az elmúlt egy évünk az arról szólt, hogy elkészüljünk a kennelek kiépítésével, hogy kapacitást tudjunk növelni itt a telepen. 25 létszámra állapítottuk meg, amikor elkezdtük kialakítani, kiokoskodni, hogy hogyan legyenek a kennelek kialakításai. De hát ugye szokták mondani, hogy ember tervez, Isten végez. A múlt hónapban 28 volt a létszámunk a telepen, most jelenleg 22 fővel, vagy hát 22 kutyussal működünk. Valamikor szólnak, hogy útszélén találtak, akkor ha van kapacitásunk, akkor ugye bekerülnek a telepre, csípolvasás, feltesszük, ugye 14 napig mi is kötelesek vagyunk az eredeti gazdáját keresni, addig ugye karanténba helyezzük őket, megkezdődik az oltási program, stb. Van olyan, amikor például nagyon sok az olyan esetünk mostanában, ahol meghalt a hozzátartozó, vagy öreg otthonba került a néni, és a családtagok nem hajlandóak, vagy nem akarnak, vagy nem tudnak gondoskodni ezekről az állatokról. Magyarországon én azt tapasztalom, hogy egyre nehezebb megfelelő, felelős állattartót találni. A cél természetesen az, hogy minden mentett kutyusnak szerető gazdit találjanak, ami nem is olyan egyszerű feladat. Gyorsan fejszámolásba kezdek, mert sokszor már követni nem tudom, hogy kik és hányan és hogyan és merre meddig, de a svájci örökbeadásunk az sokkal jobban ment a 2022-es évben. A magyarországi viszonylatot nézem, ott nagyjából talán 10 kutyust sikerült örökbeadni, míg Svájcban majdnem több mint 30 kutyát gazdasítottunk. Ugye mi még mindig munka mellett csináljuk ezt a tevékenységet, úgyhogy heten vagyunk, akik nagyon aktívak, és reggel este, így munka előtt, illetve munka után besegítenek itt a tevékenységbe. Hála Isten, azt mondhatom, hogy Tamási, és hogyha csak a kistérséget nézem, akkor nagyon összetartó közösségben élünk. Elsősorban értem itt ezt a Tamási város önkormányzatára, akik nélkül ugye ez alapból nem valósulhatott volna meg, de nagyon sok a civil támogatónk, ugye, tehát itt minden munkát két kézzel saját kezüleg végeztünk, de voltak vállalkozói felajánlások is itt betonozás téren, illetve egyéb más nagyobb munkálatok terén, amit ugye mi nem tudtunk volna önerőből kivitelezni, de amikor felkerült a poszt, hogy mondjuk járólapot csempé, akkor szinte özönlöttek a felajánlások, és mindenki amennyie volt, és amilyen volt, azt így felajánlotta, amit mi nagyon meleg szívvel éltünk meg, hogy ilyen összefogásnak lehettünk tanulni. A Tamási Állatvédő Egyesület tagjai több esetben tartottak már előadást helyi oktatási intézményekben a felelős állattartásról, az örökbefogadás menetéről. Évről évre járunk a Béri Balogh Ádám gimnáziumba, de idén már hivatalosak voltunk többedik alkalommal a Würcz Ádám általános iskolába, tehát most már egyre több iskola és iskola vezetősége gondolja úgy, hogy ezt a programot ezt be kell vezetni a gyermekeknek az oktatásának a szintjén, ugye a felelős állattartás az, tehát ha változást akarunk elérni, azt náluk kell elkezdenünk. És hogyha már egy apró fénysugár is felcsillan általuk, akkor én úgy gondolom, hogy talán elindulunk egy jó irány felé. Az állatmenhely munkáját sokan segítik közvetetten, több felajánlást kapnak időről időre. Szerencsére mindig van, aki havi rendszerességgel az Egyesület számlaszámára, havi rendszerességgel utal pénzadományt, de vannak olyanok, akik plédekkel, élelemmel folyamatosan keresnek minket és támogatnak bennünket. Az állatmenhelynek egy fontos kérése van mindazok felé, akik szeretnének bármiféle adományt eljuttatni védenceiknek. Megbeszélt időpontban személyes átadás átvétel mellett tegyék meg az e fajta jótékony cselekedetet, ugyanis előfordult, hogy csak úgy otthagyták a számukra szánt csomagot. Ugye a legnagyobb probléma az volt, hogy nem is a kapu előtt, hanem kapun belülre dobták ezt az adományt, és azért kértük, hogy elsősorban egyeztessék ezt levelünk, mert nyilván, tehát
Az a baj, hogy azt mondhatom, hogy olyan világban élünk, ahol soha nem lehet tudni, hogy mondjuk mi van abban az acskóban, és nyilván nem feltételezés, de amíg nem tudjuk, hogy honnan való, és mi van benne, addig nem fogjuk odaadni a védenceinknek. Van egy hivatalos Facebook oldalunk, azért ismernek bennünket Tamásiba, tehát személyesen is meg szoktak bennünket keresni. Van egy hivatalos e-mail címünk, ami fent van az oldalunkon, tehát, hogy bárki ír e-mailt, az arra mi azonnal pár órán belül tudunk esetleg reagálni, illetve van hivatalos bankszámlaszámunk, tehát az is nyilvános minden az oldalon. Tehát az oldalunkon, a Facebook oldalunkon minden információ megtalálható ezzel kapcsolatban. Szeretnénk még bővíteni, illetve itt ezt a hátsó udvarrészt szeretnénk megfelelően kialakítani, mert ez egyelőre még nem tudjuk használni. 2022-ben elindítottunk egy kampányt a svájci kapcsolatszervezetünknek a támogatásával. Ingyenes ivartalanítási akciót hirdetett az Egyesület, amire nagyon nagy számban jelentkeztek résztvevők, és nekik köszönhetően 1,5 millió forint értékben tudtunk ivartalanítást végezni Tamásiban, illetve Tamási és kistérségében. Az Egyesület idén is azon munkálkodik, hogy megvalósíthasson egy ivartalanítási akciót.